pardon. Et voilà. Oh, Narte. Nagyon nagy tőzérség. Nagyon tipikus tőzérség a Napóleon kori alatt. Itt van a francia katonáknak 1815-ben, és a másik francia katonáknak is. Sziasztok, barátaim! Hogy vagyok, Lorenz vagyok. Hello, Kavitlan Zsorúti, Lorenz Zsorúti. Jó, itt vagyok a Lényében, mert ezek az esemény, az emlék a Lényi csata 1815-ben, mikor a francia katonák Napóleon Bonaparte és Blücher a poros katonáknak, hogyan megismertek a csatában, és a végre ezek az utolsó francia győzelem a poroszok ellen csak Waterloo előtt. Jó. Ezek a például a nagy tüzérség. Ez nagyon tipikus Napóleon tüzérség, mert Napóleon nagyon jó, hogy megcsinálni a tüzérség, és a taktikus a katonáknak, a francia katonáknak a poroszok ellen. De az utolsó pillanat csak június 1815-ben, mikor a Waterloo megtörtént, a briták és a poroszok hogyan győzök a Napóleon ellen. És Napóleon, a nagycsapja csak 1848 előtt, csak a magyar, micsoda, a magyar szabadságharc 1848, ez nagyon késő múlt az évek, csak 1815 után. Jó, itt van az esemény.